Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsodaboly Zemplén megyei közgyűlés alelnöke adta át a megye legjobb tanulóinak a könyvjutalmat és az ajándékutalványt. A pályázók évvégi bizonyítványuk másolatával vagy iskolai igazolással nevezhettek a megmérettetésre. A sorsolás után a felső zsolcai farka sorsoya, a harsányi szomoja emőke, a sátorajói helyi polincsár dorka, a miskolci hajduzzalán, valamint a szerencsi rákóczi zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola tanulója, Bodnár Gerge is a legjobb tanuló is elismerésben részesült augusztus 31-én a házán. Az általános iskolai a megye legjobb tanulója tanulmányi verseny mellett most a középiskolásoknak is készültek egy megmérettetéssel a Megyei Értéktár Bizottság fotópályázatot hirdetett, ahol megyénk jellegzetességeiről, értékeiről készült képekkel, szelfikkel nevezhettek a diákok. A verseny érdekessége, hogy az Értéktár Bizottság hivatalos Facebook oldalán felkerült pályamunkák közül a legtöbb lájkot kapott fotók kerültek díjazásra.